Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy Mesztelen című magazinunk 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. A disznótól szeretném megtanulni az élet művészetét, hogyan kell gondtalanul élni a sárban, körülvéve hentesekkel. Mi az a punk feeling? Én nem tudom. Mindenki máshogy értelmezi ezt. Sokan így az, hogy tarhának, meg ilyen... De ezeket az emberek nem nagyon szeretik. Hát leülünk egy koncertre, jól érezzük magunkat, aztán így ennyi nekünk. Szóval így barátokkal együtt vagyunk, haverok, buli. És akkor így ennyi nekünk. Ennyi szó. Hát a zenét szeretjük ezt. A tarhaj nem jelenti feltétlenül a punkságot. A tarhaj nem jelenti, az feltétlenül valaki punk. Nem, mi az a punk érzés? Vagy mi az, ki az a punk igazából? A stílussal keveredett ez mostanában, ez ilyen egy nagy vegyel, vivazár, ilyen divat hullám, most olyan, mint az emo rappelség, ez ilyen. Tulajdonképpen ennek az lenne a lényege, hogy együtt elmegyünk, mulatunk, jól érzünk magad a koncerten, együtt elbulizunk, iszogatunk, és jól el vagyunk. És érted? Ez egy érzés, amit élni kell. A punk az kurva jó! A szabadságról szól, minden egyenlőség, szabadság, erről szól. Hogy fogadják az emberek? Hát itt Lajos Mizsiné, nem akarok semmi Lajos Mizsét megbánni, de a drogprevenciót így a boltba elég így a drogosokkal azon is tudták, amikor pont így az ellene lenne ez a dolog. És tudni hogy... kell, hogy mit jelent a drogprevenció, és akkor tudnák, hogy mi ellene vagyunk így mellette. Тебе страдаю, а бухаю, десятый день бухаю, мечтаю, я тебе мечтаю, страдаю, я по тебе страдаю. Lázad a jelenlegi társadalmi rendszer ellen? Feltétlenül. Elvileg azt jelenteni. Az a... Várj, hogy van egy jó mondás, hogy a punk nem járnak tüntetni, a létük a tüntetés. Ezt én nem mondom, biztos. Nem gondolkodni, hogy nem tudom. Csapó kettő. Nem tudom, nekünk ez a Free Fest az ilyen különleges, mert végül is most nem csak annyi, hogy ingyen van, hanem hogy így például mi lejöttünk így Nyíregyházáról, most leírtünk
tényleg teljesen. Egész nap pakoltuk így a hangcuccokat, meg minden, de így, hát így magunknak megcsinált, így az egész így szintér így összefog, ilyen pánkok, hardcore-osok, ilyen ska, urak, aztán így ilyen csinálunk én is budik. Végülis erről szólna, ezért van az egész. Mostan egy divat a nacionalizmus, hogy a nácik így ugye a punkokat, tehát ez is amúgy akkora ökörség, mert hát részben a picsa zenekar miatt így mindenki kommunistává azon is, hogy a punkokat, ami amúgy alapjában véve szerintem tök hülyeség, mert punk az, aki punk is kész, nem kell, nem kell ezt ilyen politikai nézetekbe ölteni. Tehát akkor nem lehet, akkor azt mondod, nem lehet egyik oldalhoz se csatolni, ez punk. Aki punk, az punk. Amit érez, ő egy ember, és nem kell tömegekbe gondolkodni, mint hogy szokatni így másokat, elnézést, sípolás. Minden punk más amúgy. Meg én azt mondom, hogy egy punk sose valhat egy politikai eszmét, mikor elvileg elítéli, akkor most hogy lehet jobbos, vagy balos, vagy nem? Ne foglalkozzon semmivel. Fesztivál, meg mondjuk ez a fesztivál, mi a különbség a kettő között? Hát most mondhatnám azt, mint ami mindenkinek, hogy ingyenes. Szerintem meg így, hát egy dolog az, hogy ingyenes, a másik dolog az, hogy így ez a hangulat, meg ez a légkör, hogy szóval meg a zenekarok is ingyenek, szóval így egész korrekt. Meg erre lekoncentrálódik egy körre, a punkokra. Ez nem olyan, mint másik fesztivál, hogy van ott mindenki, a technóstól kezdve, a rapperig, a regisek, hip-hop, meg minden, hanem ez csak punk. Csak van. Na mondjuk el azt, hogy van, aki a... Gyönyörűen.
van a punknak a másik véglet, ezek a nihilista emberek, akik tényleg annyi, hogy összetarhálnak 600 forintot, hogy vegyenek egy keverés, 4,51 egy bor, vagy 500 forint, meg vesznek oda 100 forint egy kólát, megisszák, elkámbulnak utána. Megint vesznek egy keverést, nem esznek, meg bevizelnek, meg hajléktalanok, meg izé, ők a másik végben. És mindenki ez. Tényleg nagyon kis százalék ez úgy. Ezek miatt ítélik el őket, a punkokat, ezek miatt ítélik el. Nem egy ismerősünk van, aki például a Fölteni Egyetemen mindjárt végez, és hiába olyan talaja van, és ezt az önjét szeret, és egy nagyon okos ember. A punk az kurva jó! Az lehet hívő ember? Persze. Hát ez hozzá függésben. Attól függ, milyen vallás, mert a krisnások akartak így megtéríteni, azt nem szabad inni, szex, cigi. A pánk az kurva jó! Baj van, baj, baj van, baj! Gyeng a fű a csaj! Nem az oda egy kevés a lép! Baj van, baj, ez nem oké! Baj van, baj! Van közben erre van a fal! A lábam a lakom, mint a föld! Kaptam a nőt, de meg ne öl! Baj van, baj, van, baj! Baj van, baj! Baj van, baj! Baj van! Hey, 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 hey! Szerintem ők hozzászoknak ahhoz, hogy amikor végülmegy az utcán, akkor a tarany miatt megnézi mindenki, mert nem egy igazából hétköznapi jelenség. Van, akit érdekel, van, aki csodálja, van, akinek tetszik, van, akinek nem, tényleg van, akit abszolút nem érdekel, van, aki elítéli, de megnézi. És ők ezt hozzászoknak, sőt, van, aki tetszik, és azért csinálja az egészet. A punk az kurva jó! Szerintem azért a punkságnak nem az a lényege, hogy néz ki az ember és legyen taré. Amit belül érez. Csak úgy mondom én, mondjuk ezt úgy annyira azért nem vállom fel, amit így érzek, hogy úgy napi szinten így mindig kinyilvánul, mert tényleg ez a, úgymond ez a 30%, 20%, 10%, akik ilyen, tényleg ilyen ocsmány, mocskos szaremberek, úgymond ezek a tarhálós, ilyen, mindegy, hol vagyok, így befekszek a hányásomba, de meg akár drogosok is lehetnek ezek, de ez ugyanúgy megvan máshogy, szóval csak az a baj, hogy a punk, úgymond ez a punk életérzés, hogy mindenki teljesen ezzel van azonosítva, hogy jó van, akkor jó fiam, megiszol egy felesetsz, akkor idehányz, ezt így fogsz szarulni. De ez amúgy olyan hülyeség szerintem. Ugyanolyan fiatalok vagyunk, meg ugyanolyan, mint mások, csak ezt a zenét szeretjük, ide járunk, és jól érzünk magunkat. Éres
Az a sok festett válaszfal, amit az ember maga és a valóság közé állít, a történelem, a vallás, a kötelesség, a társadalmi helyzet, mind illúzió, ópiumos fantázia szülemény. De én már nem muzsikálok, csak egy jelet adok a gépnek. Ő mutassa meg helyettem, ahogy a mozdul bennem a lélek. Kicsit félek, de arra a gondol, vajon amit várok a sorstól. Hányok az édestől, és izzadok a sorstól. A pánkok szociálisan érzékenyebbek? Szerintem nem tudom. Hát én szociális munkácsot tanulok. Nem vagyok szociálisan érzékeny. Akkor jó szakmát lesz. Jó, jó választottam. Egyre csak fújja, legyen a gépnek halleluja.